Az Eötvös Károly Intézet, a Magyar Helsinki Bizottság és a Társaság a Szabadságjogokért már 2011. decemberében jelezte, Baka András elmozdítása mellett semmilyen meggyőző érv nem hozható fel, és az sérti a bírói függetlenséget. A volt főbírónak akkor szüntették meg a jogviszonyát, amikor az új alaptörvény hatályba lépésével a legfelsőbb bíróság megszűnt, és annak helyébe a kúria lépett. A strasbourgi bíróság szerint viszont nem ez volt az ok. Azt mondják, Baka András megbízatását a jogalkotást kritizáló véleménye miatt szüntették meg. Ez az ügy azért volt fontos, mert megmutatta azt, hogy a kétharmados többséggel az független intézmények elfoglalása az jogsértően történt. Bíróság mondta ki azt, hogy az alaptörvénynek az a szabálya, ami szerint Baka András elvesztette a pozícióját, mint a legfelsőbb bíróság elnöke, az ellentétes nemzetközi jogi normákkal. Ez a Baka is számomra azért borzasztóan érdekes, mert rendkívül nehéz helyzetbe hozza azt a néhány általunk is idézőjelben normálisnak, képeszinek tartott fideszes élvonalbeli képviselőt, mint Gulyás Gergely vagy Navracsics Tibor. Egyszerűen szembe kell nézniük reggelent a borotválkozó tükörrel, hogy ezt megint azzal intézzük el, hogy hát majd megnézzük a problémát, és majd megoldjuk. Valamilyen jogszabályt módosítunk. Most már sorozatban csinálják ezt a dolgot. Ugye volt a Jóri féle dolog, az adatvédelmi biztos, akkor a Lex Szapáritól kezdve, a Lex Borkain kereszt, aki nem tudná, évfolyam volt, kora miatt nem lehetett volna kinevezni Washingtonon, vagy közben ki lehetett. A győri polgármester, a volt olimpiai bajnok, az nem lehetett volna, micsoda nem lehetett volna? Gyorsan akartam, egy országgyűlési képviselő, mert hogy előtte honvédségi alkalmazott volt, mindenre egyéne szabott. És ezek az emberek, most csak kettőt mondtam, a Gulyás Gergely és a Navracsicsot, akik számunkra mégiscsak valamiféle értelmiségi típus jeleit mutatják, hogy nem köpik szemben magukat reggelente, ezt egyszerűen nem hiszem el. Erik, hogyha valaki már ötödik éve egyhuzamban néz szembe ugyanazzal a tükörrel, és sikerrel teszi, mert még mindig megvan a tükör, és megvan ő is, az már nem fog ettől visszarettenni. A továbbiakban is szembe fog vele nézni, és egyébként már rég belátta, hogy... Na de ne haragudj, amúgykor ebben a műsorban, vagy valamelyik másik műsorban mondták azt, hogy a Polc Péter, mint legfőbb ügyész, hányadik alkalommal mondanak csődöt? Egyetlen egy ügyet nem tudnak végigvinni. Végig kiderül, hogy kilóg a lólá, politikai megrendelésre gyártottak elfogató parancsot. De lehet, hogy az eredményesség mértéke az nem az, hogy véghez viszik-e az ügyet, hanem hogy a politikai célt akár egy kampányban elérik. De ezek az emberek... Mégiscsak azt kérdezem. Nem is hiszem, hogy végig akarnak minden ügyet. Egyszerűen csak egyébként demonstrálni akarják, hogy éppenséggel végig is. Egyébként a százalékokban belefér, ebben nincs igaza, mert azt hiszem, hogy az ügyészség eredményességen 90-valány százalék. Csak éppen ez a rohadt Molnár Gyula féle ügyek, meg ezek azok, amik olyan kihoztak. És a Kúria esetében és a Jórinál is a célt elérték, mert itt senki nem minden, fog visszakerülni a helyére. A bírák nyugdíjazásánál is. Hogy tud Orbán Viktor megtalálni ilyen embereket? Magától értetődő módon a hatalom mindig megtalálja, az ilyen típusú hatalom mindig megtalálja a hozzá pontosan illő embereket, mint ahogy a hozzá pontosan illő emberek is megtalálják az ilyen típusú hatalmat. Ez valami természeti törvény erejével megjelenő vonzalom, gravitáció, ami ezt a két oldalt úgy összepárosítja. Egyébként pedig hadd mondjam még el, közhelyeket mondok, mert nem is lehet másokat mondani ebben a tekintetben. A Baka sztori teljesen egyértelműen demonstrálja, hogy ebben az országban el kellett dönteni a mostanit megelőző Orbán ciklus elején, hogy a törvények uralma vagy Európa erős emberének uralma következik-e be. A kettő inkompatibilis. Vagy a törvények uralkodnak, vagy Európa erős embere. Most mutatom a Heti Válasz címlapját. Hozzá meg olvassák el Borokai hűségnyilatkozatát. Ő Európa erős embere. Igen. Valóban itt van a kutya elhantolva, az erős ember kontra a törvények uralma. Az európai mentalitás az a törvények uralma. Tehát itt nem erős emberek kellenek, hanem az, hogy vannak törvények, és azokat mindenkinek be kell tartani. Most ez a Montesquieu-i hatalmi ágak elválasztásáról most itt nem is szólnak egy szót se, de hogy tényleg ilyen dolgokba beleszólnak például,
ez egyszerűen hátborzongató. Ami, viszont amit te mondtál, ugye Navracsics vagy a Gulyás, stb. Ezek tényleg nagyon kitűnő, nagyon-nagyon okos emberek, és nyilván rendes emberek. Hát a kitűnőt azt azért idézőjelbe tenném, okos emberek. Igen. Na most ugye az van, hogy vannak ezek az emberek, akik beállnak egy politikai pártba, és ott elkezdenek, hát palírozni valamilyen szinten, ugye minden pártba úgymond palírozni kell, én is palíroztam, amikor megállapodtunk, hogy hogy fogunk szavazni, akkor én úgy szavaztam, hogy esetleg nem is pont értettem ezzel egyet, ez mondjuk ez normális. Az viszont már nem normális, hogy pszichológiailag hogy lehet azt csinálni, hogy mész egy darabig ebben a dolgban, és egyet értesz, nem értesz egyet, de egy idő után már túl sok az, amivel az ember nem ért egyet. És akkor jön az a kérdés, hogy meg tudsz-e fordulni ebben az alagútban, és vissza tudsz-e jönni, vagy csúszol tovább, és belemész egyre borzalmasabb kompromisszumokba. És ezek az emberek, akiket te említettél, szerintem most már olyan típusú kompromisszumban mentek bele, amiben nem szabadna belemenni. Na most innen lemondani, innen visszajönni, az baromi nehéz, tehát én nem is tudom, hogy egyáltalán vissza lehet. Ide már nincs vissza. Ugye? Nincs. Igen, szóval légeres térbe kerül az, aki a Fidesznek meg a vezetőségnek nemet mond, és ebben nagyon különböznek a szocialistáktól, bár azért itt a fővárosi szervezetek mondták, hogy az MSZP történetében most az volt a lényeg, hogy a lojalitás meg legyen a vezetőséghez, és mégsem voltak képesek kiépíteni egy olyan vezérelvű pártot, pedig ellenzékben Orbán már kiépítette, amit a Fidesznek sikerült. Van még reklám előtt egy filmünk.